Még 2019-ben egy családi vitával indult, majd több szálon futottak az események abban az ügyben, ami a napokban fejeződött be a szekszárdi rendőrkapitányságon. Egy júniusi estén érkezett a bejelentés az egyenruhásokhoz arról, hogy egy portán verekedés van. A helyszínre kiérkező járőröknek az egyik érintett elmondta, hogy korábban véleménye szerint nem megfelelő minőségű anyagot vásárolt az ott lakóktól, és ezt sérelmezve tért vissza. Ebből alakult ki a veszekedés. Később több szálon indult meg az ügyben a nyomozás. A nyomozók több portán kutatásokat tartottak, különböző kábítószernek tűnő anyagot foglaltak le, illetve ezek csomagolására használó eszközöket. A bizonyítékok alapján egy az elkövetés idején 31 éves szekszárdi férfit többféle bűncselekménnyel is meggyanúsították. Egyrészt szerhasználó volt, másrészt ebből másoknak is értékesített, illetve egy alkalommal egy ismerőse autóját is elkötötte, és azzal szerhatás alatt balesetet okozott, 1800 000 forintos kárt okozva, de nem ez volt az egyetlen eset, amikor bódult állapotban ült a volán mögé. Az eljárás befejezését nehezítette, hogy a férfi többször elköltözött, előbb csak a vármegyén belül, aztán külföldre menekült. Első hazatérésekor a repülőtéren elfogták a rendőrök, de karanténba került, ahonnan ismét a határon túlra szökött, ezért jelenleg elfogató parancs van érvényben ellene. A szekszárdi rendőrkapitányságon befejezték az ügy vizsgálatát és az iratokat vádemelési javaslattal átadták az illetékes ügyészségnek.